Gárdonyi Géza emlékülést rendeztek a Vörösmarty Könyvtár olvasótermében. A találkozón az Agár pusztán született kivételesen tehetséges író a 19.-20. századforduló magyar irodalmának népszerűségében máig kiemelkedő alakjának életét, munkásságát idézték meg, aki korának sajátos figurája egyik irodalmi körhöz sem sorolható tagja volt. Keller Péter Gárdonyi dédunokájaként ápolja Gárdonyi emlékét, olyannyira, hogy tavaly tulajdonképpen havonta Gárdonyi emlékesteket szerveztek országszerte, és a Magyar Irodalom Történeti Társaság egyik közgyűlésén fordult hozzám, még akkori főtitkárként, hogy Székesfehérvár is megérdemelne egy Gárdonyi emlékestet, egy Gárdonyi emlékülést, és éppen Keller Péter dédunok a kezdeményezésére jön létre ez a mai rendezvény. Bakonyi Istvánnak József Attila díjas irodalomtörténészként is sokat jelent Gárdonyi Géza munkássága, és fontos pillanat, hogy ilyen formában és méltó módon köszönhetik az író egyedülálló életművét. Azt hiszem, hogy nem kell hangsúlyoznom különösképpen, hogy Gárdonyi Géza mit jelent a magyar irodalom, a magyar kultúra szempontjából, és persze Agárd és Székesfehérvár is kötelezőnek érzi, hogy emlékezzünk arra az íróra, aki ugye Agárdon látta meg a napvilágot annak idején, bár hozzátesszük, hogy az egész életmű azért nem ehhez a szürke fazhoz kötődik. Az emlékülést megtisztelte jelenlétével Keller Péter, az író dédunokája is, aki a család nevében teljesíti misszióját a legenda megismeréséhez. A család számára egy öröm. Egy öröm az alkalom, minden olyan alkalom, amikor a dédapámról szó esik. És ez a mai emlékülés, ez különösen is fontos az én olvasatomban, mert azért ezt kevesen tudják, hogy Gárdonyi Géza Székesfehérváron is élt. Lehet, hogy csak egy rövid ideig, legalábbis ez életrajz azt mondja, de azért Székesfehérvári is volt, és jó olyan településekre visszajárni, amelyek, hát úgy mondom, gárdonyi települések, és így Székesfehérvárra is jó volt jönni. A fennkölt gondolkodású ember szerető bölcselő író, a magyar irodalom egyik klasszikusa, aki ránk hagyta az Egri csillagok mellett az Igda regényét, a láthatatlan ember az Isten rabjai regényei mellett mindazt, ami a ma világában is hitelesen mutatja be a múltat.